Sziasztok! Szép jó reggelt kívánok mindenkinek! Na, nemrég jöttem haza az éjszakai műszakból, úgyhogy ha kicsit kialvatlannak tűnök, az azért van, nem sokára húzok is aludni. Na, de viszont még mielőtt ezt megtenném, tegnap ugye volt két videóm a YouTube teszt néven, ugyanis már több mint egy hete arra lettem figyelmes, hogy egyre nehezebben fogadja el a YouTube a videó bevétel szerzéseimet, és egyre tovább tart, amíg feldolgozza a feltöltött videókat, és az azért erősen frusztrált, mivel szeretnék nektek naponta több videót is készíteni, és az, hogyha így arra kell várjak, hogy mikor fogadja el, stb. Az úgy nagyon feltorlasztja nekem itt ezt a várólistát, és akkor én sem tudok úgy haladni, ahogy akarok. Na, és akkor ezt a frusztrációmat két videóban így megosztottam veletek, illetve hát úgymond teszteltem is, hogy most ha feltöltök egy mezei kis vlogot, egy 4 perces vlogot, amiben semmi nincsen, amit így megfoghatna, vagy nagyon kiakadhatna rajta, akkor azt mennyi idő alatt fogadja, és kijött, hogy itt valami globális para van most, valószínűleg a hónapváltás miatt lehetett, vagy esetleg valami más dologban átállnak egy másik fajta rendszerre, vagy valami hiba van, amit nem tudtak még javítani, vagy már javítanak, de még nem ért el hozzám, vagy hát arra a szerverre, ahol az én videóim vannak a javítás. Lényeg a lényeg, hogy ezek az ártatlan kis teszt, YouTube teszt videók is több órára beragadtak, holott nem kellett volna nekik. Aztán a második videót már 15 perc alatt elfogadták, de ott is kb. Kellett egy 5-6 óra, míg átfogott a bevételszerzési része. És a vicc az, hogy ennek még előbb átfutott a bevételszerzési része, mint az első videónak, de most már jelentem az is okés, úgyhogy én nagyon remélem, hogy beéri magát a YouTube. Még egyébként két játékvideó így a limbóban akadt, tehát így elakadtak félúton, de remélem, hogy azok is most már lassan így 2,5-3 nap távlatában átmennek ezen a rostán. Na és amit így még kiokoskodtunk, hogy valószínűleg az ilyen helyzetekben a YouTube-nál működik egy script, ami a feliratkozó számok függvényében előbbre sorolhatja a csatornákat, azt nem tudom, hogy mennyinél, illetve a partner, tehát akik leszerződtek valamilyen partner cégnél, azokkal is kegyesebben válik, mind az ilyen videó processzálásoknál, mint pedig a bevételszerzések jóváhagyásánál. Gondolom, tudják, hogy a partner cégek azok leszerződtek már a bizonyos copyright ownerekkel, tehát a copyright tulajdonos, jogtulajdonosokkal, és egy ilyen bizalmi alapon automatikusan, akiről tudják, hogy partnerrel van kapcsolatban, annak egyből ezeket jóvá hagyják, kivéve nincs valami komolyabb egyezés, valami zene vagy hasonló, de aki partner ezt valószínűleg tudja és megfelelően kezeli. Én nem vagyok egyelőre partner és nem is terveztem, én maradok ilyen kis független szabadúszó. Ellenben az tényleg sokat számít, hogy valakinek mennyi feliratkozója van, illetve hogy kapcsolatban áll-e valamilyen partnerrel. Na, de én úgy veszem észre, hogy nagyjából kezd normalizálódni a helyzet, és remélem, hogy jövő hét közepére már, amikor ugye bejönnek a YouTube-on is a fejlesztők, a nyári szünetből visszajönnek, vagy valami, akkor ezt így megszerelik, és megy minden, mint a régiben. És hogyha én is egyszer elérem azt a feliratkozó számot, akkor előbbre rukkolok azon a bizonyos képzeletbeli listán. Na, és még annyit szeretnék a végére, hogy hogy fogja ez érinteni esetlegesen a csatornát. Én ugyanúgy olyan vehemenciával gyártom majd a videókat nektek, viszont előfordulhat, hogyha valamit így később fogad el a YouTube, azt ti is sajnos később fogjátok látni, és ezt esetleg abban érzitek majd, hogy bizonyos videók késve érkeznek, vagy pedig lesz egyfajta inkonzisztencia, hogy az egyik videót feltöltöm kedden, a másikat szerdán, és mégis, amelyiket előbb töltöttem föl, az még később fog megjelenni, mint mondjuk a szerdai. Tehát a keddit, azt később fogjátok látni, mint mondjuk a szerdait, amit azt töltöttem föl. Vagy bemondom, hogy sziasztok játékhírek, december 2-a van, és azt mondjuk csak december 4-én látjátok. Tehát ezen ne lepődjetek meg. Amúgy sem vagyok egy hírstúdió, vagy egy szerkesztőség, úgyhogy nem vagyok köteles mindig a legfrissebb napi hírekkel szolgálni nektek, de megteszem, amit tőlem telik.
Na, úgyhogy ennyi lett volna. Aztán majd még lehet csinálok ilyen YouTube-os videókat így a kis dolgaimról, meg amikre így rájöttem. Amúgy is szerintem sokakat érdekelt, akik ezzel szeretnének foglalkozni. Úgyhogy majd ezeket a tapasztalataimat is megosztom veletek. Na, ennyi lett volna. Én szerintem húzok most aludni, illetve majd még a mai nap valami animációt is kéne készíteni. Na, úgyhogy legyetek jók. Sziasztok!